Hölgyeim és uraim, tisztelt jelenlévők, annak a függvényében, hogy ma a Jelopai Önkormányzatnak a polgármesterével a delegáció van Szabadkán, szeretnék volna ezt a sajtótájékoztatót megtartani. Fontosnak tartom azt, hogy Szabadkai Önkormányzata komoly kapcsolatot építsen ki, és jó kapcsolatot tartson azokkal az önkormányzatokkal, amelyek a környező országból valók, vagy esetleg a volt jugoszláv térségből valók, hiszen Szabadkai Önkormányzatának azt gondolom, hogy a használatot szolgálni az együttműködés, amely kiépítettek az önkormányzatokat. Ez a mai beszélgetés és a mai látogatás is valójában azoknak a látogatásnak és együttműködésének a része, amelyet az elmúlt hónapokban Olomouc polgármesterével Csehországban folytattunk, illetve a Jeloka polgármesterével Boszniában folytattunk. Szabadkának jó kapcsolatot kiépíteni a régióban lévő önkormányzatokkal. Rengeteget tanulhatunk, sokan dolgot adhatunk át őnek, amikben mink vagyunk esetleg előbbre, és ebből a szempontból azt gondolom, hogy ez a fajta együttműködés az önkormányzatokkal való együttműködés, az építheti a mi közösségünket és erősítheti a mi közösségünket, ugyanúgy az övéket is. Remélem, hogy az az együttműködés, amely két évvel ezelőtt kezdődött Jelopa és Szatva között, az folytatódni fog, egy magasabb szintre fogjuk emelni, és mindenféleképpen mind a két önkormányzat használatra fog válni. Pár olyan konkrét témáról is beszélünk, hogy lássuk az együttműködési lehetőséget, és ezeket kell megvalósítani.